1956. október 23-a. Ezen a verőfény este mégis borongós októberi délutánon kezdődött. A főváros utcáin, terein, mint megduzzadt folyamban úgy hömpölygött az emberár. Az új tavaszi seregszemle, írták a reggeli lapok, és izgatott várakozással volt teli a levegő. 4 óratájban a pártegységet és új vezetést követelő jelszavak már belevesztek a zavaros hangorkámba. Egyre inkább egy új idegen hang tör magának utat, az ellenforradalom hangja. Már nem a hibák kijavításáról van szó, hanem valami egészen másról. Hányan vesztették el józanságukat, alkalmi szónokok, uszító hazug szavára, és hányan láthatták meg estére, hogy merre terelik az elvakult szenvedélyeket. Már égetik a vörös zászlókat, melyekkel Petőfi hívott harcba a világszabadságért, és kigyúlnak a fasizmus könyvmágiái ezen a kegyetlen októberi éjszakán. Budapesten a főiskolai hallgatók rokonszerv tüntetésre gyűlnek össze. Közöttünk a főiskolások között nagy volt a bizalom és reménykedés. Magyarországon is meg kell változnia a helyzetnek. Mi is a kormány elé akarjuk vinni követeléseinket. Bem tábornok és Petőfi szobrára akartunk koszorút elhelyezni és felolvasni a 16 pontba foglalt követeléseinket. Lelkes szavalókórusokkal kiabáltuk, aki magyar velünk tart. Felhívásunkra először fiatal munkások csatlakoztak, majd mind több és több járókelő, már ezren és tízezren hömpölyögtek az utcákon. Én egy józan gondolkodású technikus vagyok. Sok felvonuláson vettem már részt, mert részt kellett vennem. Ez mindig ugyanaz volt. Most azonban egészen más. Most egy új, szabad szellemet éreztünk, mely megmámorosított bennünket. Most nem a kormány parancsára vonultuk fel. Éreztük, hogy most mi vagyunk a magyar nép. Egy magyar zászlóból kitépték a szovjet csillagot. Ki az idegen uralom jelképével? Küldöttség ment a rádió vezetőségéhez, de 2 órai várakozás után megtudtuk, hogy küldöttségünket letartóztatták. A rádiót az ávó tartotta erős megszállás alatt. Az ávó parancsnoka felszólított bennünket, hogy azonnal oszoljunk szét. Mi nem tágítottunk. Erre közénk lövetett. Amikor egy mellettem álló asszony halálos találattól összeesett, tudtam, hogy nincs többé visszaút. Eskünkhöz híven állnunk kell a harcot. Megkezdődhet a harc. A magyarországi néphatalom aljas hátba támadása. Géppisztoly kattog a pesti házak tövében, s az utcákon egyre több lesz a néphatalmát védelmező katonák holtteste. A mentőautónak álcázott luxusautó a kormánycsapatok fogságába kerül. Íme a szállítmány. A kocsi vezetője az áldoktor Jándi Lajos úgynevezett szabadságharcos társaival. A kommunisták éveken át tanították a magyar fiatalságot a partizánharc módszereire. A magyar fiatalság ezeket a módszereket most a budapesti utcai harcokban gyűlölt tanítói ellen fordítja. A magát győztesnek képzelő ellenforradalom megkezdi fékevesztett tombolását. Meggyalázzák az 5 ágú vörös csillagot, melynek jegyében a nép vette birtokába a gyárat, földet, iskolát. A
vandál pusztítás nem kíméli a felszabadító szovjet katona bronzszobrát sem. Sok munkájuk akadt a nyugati riportereknek. Megörökítették a szégyenteljes rombolást, s a mindehhez mosolyogva asszisztáló kormány sajtófogadását. A kommunista uralom jelvényét, az öt ágú vörös csillagot mindenünnen eltávolítják. A Stalin szoborból már csak a csizmák állnak, magát a szobrot a városba vontatták, ahol a tömeg lelkes biztatása közben feldarabolják, hogy örök figyelmeztetésű megőrizzék. A kommunista uralom csillagai és egyéb jelképei lehullanak. Ami belőlük megmaradt csupán madárijesztők, melyeket utcai karikaturisták készítettek a szovjet hatalom fegyverhordozóiról. Mindenütt lázasan el akarják tüntetni a rémuralom nyomait. Kedvelt futballcsapatomnak, a Ferencvárosnak régi tábláját és lelkes klubtagot visszahelyezik. Az ellenforradalom megtalálja a számára legkedvezőbb politikai figurát Mindszenty bíbornok személyében. Azonnal rendelkezésére áll a rádió, megkezdődik a kommunisták, a szocializmushoz hű hazafiak elhurcolása. És hogy a tömeghisztériát tovább fokozhassák, megindul a kutatás a nem létező föld alatti ávós börtön után. Fúrógép, exkavátor túrja fel a köztársaság térföldjét. Akik mindezt kieszelték, azok tudták a legjobban, hogy semmiféle alagút sem létezik. Tüntetés Mindszenty bíborok szabadonbocsátásáért. A forradalom 11. pontja követeli az ártatlanul bebörtönzöttek szabadonbocsátását. 1949 elején az egész világot felrázó kirakat perben ítélték életfogytiglani fegyházra. Tervszerűen rabolták meg a magyar népet magas támaszától, amit az egyházfő minden szabadságszerető ember számára jelentett. A kiszabadítás sikerült. Mindszenty hazatért. Néhány perccel hazatérése után Mindszenty beszédet mond a rádióhallgatókhoz és a külföldi újságírókhoz. Hosszú fogság után szólok a magyar haza valamennyi gyermekéhez. Senkivel szemben nincs gyűlölet szívemben. A legtöbb ávóstisztet elfogták, bár megpróbáltak civil ruhákba megszökni. Ennek a szervezetnek a gaztetteit rendes bírósági eljárással akarták leleplezni és megtorolni. A pártház elfoglalása után a szabadságharcosok felfedezték, hogy az épület alatt titkos börtöncellák vannak. Ide csukták be a kommunisták a nem kívánatossá vált pártagokat. Valami ártalmatlan ügyben berendelték őket a pártházba, hogy aztán örökre eltűnjenek. A szabadságharcosok a köztársaság téren a föld alól kopogtó jeleket hallottak. Az államvédelmi rendőrségnek Magyarország legtöbb városában börtöne és kínzókamrája volt. Itt alkalmaztak minden technikai és testi terrort. A foglyok ezrei lettek áldozatukká. Tűzszünet leple alatt a köztársaság téri pártház ostromára indulnak a fegyveres csoportok. Az Erkel színház tetejéről golyószóróval, a térről pedig tankok és ágyúk ösztüzével lövik az épületet. Az egyenlőtlen harcban a pártház maroknyi őrsége elvérzett. És folytatódik az elfogott hazafiak bestiális lemészárlása.
mindenütt pusztítás, fosztogatás. És újra a jól ismert kép, a fasiszta névjegy, könyvégetés. Nagy takarítás folyik a szovjet-magyar barátság hazában is. Már hetek óta halomban állt itt az forradalom, évfordulójának ünneplésére készült sok ezer plakát. Rajta az orosz nyelvű felírás. Méltóan fogjuk az évfordulót megünnepelni. Én láttam itt, hogy hogyan ünnepelték a budapestiek ezt a napot. Az utcán elégették a szovjet ideológiának egész irodalmát. Ennek az ideológiának magyarországi hatalmasai, az ávosok azonban még mindig sok helyen voltak megbújva. Egy véletlen következtében lettem én tanulja egy hatalmas akciónak, melyet ez ellen a szervezet ellen vezettek. Épp a köztársaság tér felé haladtam, amikor hirtelen lövöldözést hallok. Azonnal a városi színház mögött biztonságot kerestem, és csak innen tudtam megállapítani, hogy miről van szó. Innen láttam, amint sebesülteket cipelnek a parkon keresztül. Egy géppuskás fiútól megtudtam, hogy a kommunista parkházban ávosak torlaszoltak el magukat, és onnan békés járókelőkre lövöldöztek. A felkelők a páncélosok védelme alatt támadtak meg az épületet. A szabadságharcosok elkeseredése csak fokozódott, mert az ávosok még a szanitézeket is lelőtték. A lövöldözés hirtelen elhallgatott. Valószínűleg a felkelők már elfoglaltak a pártházat. Azonban ismét lövöldözés. Elbeszélték nekem, hogyan történt. Amikor az ávosok láttak, hogy ellenállásuk reménytelen, megpróbáltak az ő támadásukat hirtelen, mint becsületes harcot beállítani, és meg akartak magukat adni. Hogyan lehet ártatlan emberek lesből lelövöldözni, és azután egy becsületes harcról beszélni? Nem volt kegyelem. A nép élni akar. Nehéz helyzetünkben nem maradtunk egyedül. A záhonyi határállomáson ömlik az országba a szovjet búza és box. Romániából fa, só, olaj érkezik. A bolgárparasztok élelmet gyűjtenek. Csehszlovákia gyógyszert, iparcikkeket küld, és jön a segítség a tőkés országok munkásainak gyűjtéséből. A munkástanácsok a harcok befejezése után kezükbe veszik a rendcsinálás munkáját. Olyan hamar, ahogyan csak lehet, meg kell a munka felvételéhez teremteni az erőfeltételeket. Volt állunk egy jelszó, amit mindig a kommunisták prédikáltak nekünk. Tiéd az ország, magadnak építed. Most először volt ennek a jelszónak értelme. Most valóban magunknak építettük fel. Ezt mindnyájan tudtuk. A légiúton küldött segítség csak akkor érkezhetik meg, amikor a szabadságharcosok már elfoglalták a repülőtereket. Egész Európa meghallja a véradásra szóló felhívást. Ezrével jelentkeznek mindenfelé az önkéntes véradók, az első vérplazmát szállító svájci repülőgép hamarosan le is száll Budapest repülőterén. Ekkor jelenik meg a német Lufthansa is első ízben a háború befejezése óta. Gyors egymás utánban szállnak le angol, svéd, amerikai, francia, dán repülőgép. A polgári lakóság együttműködik a katonasággal. Az emberek még sohasem láttak ennyi nyugati repülőgépet. A gépek nem csak a szükséges gyógyszereket hozzák, hanem nagy tápértékű élelmiszert is. Most egy lengyel gép érkezik. Magyarország számára ennek különös jelentősége van. Ott indult meg a keleti bomlási folyamat. Az ország határa megnyílik nyugat felé. Ott, ahol nemrég még vasfüggön zárta el áthatolhatatlanul Magyarországot a nyugati világtól, vége láthatatlan kocsisorokban ömlik a szeretet adomány az országba.
Arról is beszélhetne Mr. Lodge, hogyan szervezték meg oly pontosan időzítve az olasz és franciaországi fasiszta támadást a kommunista pártok ellen. Az e fajta módszerek Hitler óta mit sem változtak. A tragédia da Hungria provocou a compaixão de todo o mundo. Protesto contra o brutal imperialismo do Kremlin. Em Londres, em memória aos que tombaram na Hungria. Na França, a indignação culminou com um ataque à sede do Partido Comunista em Paris. Em Roma, antes que a polícia pudesse acalmar os ânimos do povo. Testam a gravidade da situação da Hungria. Multidões em Buenos Aires refletem o sentimento do povo argentino. A véres október után ismét egyszerű munkás napok következnek. És ezekben születik újjá a bizalom a pártban, a hit a saját erőben. Nem felejtjük el a gyilkos tegnapot, de igaz számot vetünk a múlttal. S a százszor meggyalázott, de mégis oly tiszta vörös zászló alatt a költő szavaival valljuk. Ez az ország a mi országunk. Itt most már a mi kezünk épít. A világ ma mélyen megrendülve tekint a magyar szabadságharcra. Halottakat és könnyeket, romokat és csalódást lát. Senki sem segített ennek a népnek, hogy a maga akarata szerint szabadságban éljen. A Magyar Szabadságharcos Rádió utolsó felhívását intézi a szabad világhoz. Világ népei, az igazság és szabadság nevében segítsetek! Süllyed, a lángok kihunynak, óráról órára sötétebbek lesznek az árnyak Magyarország felett. Halljátok meg kiáltásunkat, nyújtsatok testvéri kezet, mentsetek meg, segítség, segítség, SOS, Isten veletek és velünk.